Én az éjjel azt álmodtam, egy rozmarin szálat találtam, annak a tövét jöttem meglocsolni, hogy el ne hervadjon. Kirántom kardomat, lehajtom nyakamat, itt is, ott is egy kis piros tojást találtam, azt is a kis Jézusnak ajánltam. Gáspár, Menyhád, Boldizsár, ezen három szent király, átaladtam Szent Józsefnek, hirdesd Uram népeidnek, ha az Úr megengedi, meg fogom tenni szívesen, hazd le kislám fejecskédet, hadd locsoljam meg szépen. Ilyen és ehhez hasonló versekkel készültek húsvét hétfőn a tótfalusi fiatal gyerekek és férfiak. A régi hagyományt tisztelve és minden évben újraélve igyekeznek a szokásokat megtartani és az utókornak átadni. Fiatalok és idősek egyaránt megindultak a falu utcáin a falu leányait, asszonyait meglocsolni. Előre megbeszélt helyeken, tehát a környező tanyákra, illetve lányosházaknál megállunk, meglocsoljuk őket, szavalunk nekik előtte természetesen valami szépet, és akkor utána jövünk ide-vissza a tájházhoz, és itt aztán lesz még egy ilyen kollektív nagy locsolkodás, majd folytatódik a zene, tánc, evészeti vászat. A szebbik nem sok esetben nem csak kölnivel, hanem szódavízzel is meg lett locsolva, de a hagyományokra és az ünnepre való tekintettel senki sem sértődött meg a hideg víz láttán. Fiatal gyerekek és idősebb férfiak egyaránt tisztelik a szokásokat, igyekeznek évről évre részt venni az eseményen. Most úgy készültünk, hogy csoportosan megtanultunk egy verset, és azt mondjuk el többen egyszerre, de az előző években mindenki külön tanult meg, de hát persze a hagyományos zöld erdőben jártam, azt is el lehet mondani, de hát most így készültünk, hogy többen álmodjuk, és akkor egyszerre locsoljuk meg a leányzókat. Habib is kölnivel, de a legjobban vödör vízzel. Most abba tér el a szokás, hogy nem nagyon mennek a gyerekek most a locsokon. Akkor az én időmben még a plébánosnál is voltunk benne. Azt, ezeket az énekeket, vagy a verseket még gyerekkoromban megtanultam. Azt nagyon örült a plébános, hogy megtanultuk, még milyen szép verseket mondom, pláni mikor mondtam, hogy lehajtom fejemet, azt a piros tojást talált, azt is a kis Jézusnak ajártam. Hogy örült, hogy a kis Jézus is benne van. Má, a gyerekek nem nagyon mennek sehova se. A zenés szórakoztató és hagyományápoló eseményt a Szabó Dénes Egyesület, a Hagyományok Háza és a Fehér Akác Művelődési Egyesület közösen szervezte meg.